Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a frissen megjelent Pico 240 051-es pályaszámú Locotrans laminátka bece nevű villamos mozdonyának H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek. Pico laminátka még nem járt nálam, így ez most egy részletesebb teszt és bemutató lesz. Először jöjjön pár szó a modell eredetiéről. A sorozat a CSD-nél kezdte pályafutását, eredetileg S499-0-as sorozat megjelöléssel. A Skoda által 1968 és 70 között Pilsenben gyártott mozdonyok egyik érdekessége a súlycsökkentés okán acél helyett üvegszálas műanyagból készült karosszéria, amiből a sorozat beceneve is ered. A 3080 kW teljesítményű, 120 km/h végsebességű, 25 kV 50 Hz-es váltakozó áramú villamos mozdonyokból a gyártás ideje alatt összesen 145 darab készült. Csehszlovákia felbomlása után a mozdonyokat a CD és a ZSR között osztották szét, majd a 2000-es évektől az állami vasúttársaságok jelentős mennyiségű mozdonyt adtak el magántársaságoknak. A típust manasság már csak jellemzően tehervonatok vontatására használják a CD kargónál, és a ZSSK és ZSSK kargógépei is elsősorban a teherszállításban vesznek részt, azonban a szlovákok meglehetősen sokáig használták személyszállításban is a mozdonyokat, Pozsony környékén elvétve, de még találkozni laminátkával ablakos vonat élén is. A típust használó magántársaságok pedig szintén elsősorban tehervonatokat továbbítanak a mozdonyokkal, azonban néhány üdítő kivétel még akad, például a CRS mozdonya alkalmanként személyszállító vonatok élén is látható. És most térjünk rá a modellre. A gyártó szokásos csomagolásában érkezik a sárga-fekete színekbe öltöztetett 240-051-es pályaszámú mozdony. Kibontás után egy készre szerelt járművet kapunk, egyedül akkor van dolgunk a géppel, ha digitálisan használnánk és dekódert szeretnénk tenni bele, illetve ha egyoldali vontatásra szeretnénk átszerelni, ez esetben a mellékelt kiegészítő zacskóban találjuk a szükséges szerelvényeket. A mozdony szemügyre véve rögtön szembe tűnik a rendkívül jól eltalált méretpontos forma mellett annak részletgazdag kidolgozottsága. A laminátka vezetőállásainak nagyon komplikált alakját a gyártó hülyen lekövette, szerintem panasz nem érheti az Onnebergieket, mert a modell számomra tökéletesen visszaadja a típus jellegzetes formáját. A főbb méretek pontosak, az arányok jól eltaláltak. Nézzük most meg közelebbről a mozdonyt, kezdve a tetővel. Itt aztán van mit nézni. Az áramszedők rendkívül filigrán alkatrészek, amik emellett kellőképpen masszívak is. A formájuk, kialakításuk jól eltalált, abszolút-e hozza az eredeti mozdonyon található alkatrészét, és ami számomra még fontos, bátran üzemeltethető a jármű felengedett áramszedővel, a mozdonyon található ollós áramszedő a pontos összeszerelésnek és a jó anyagválasztásnak köszönhetően szépen teszi a dolgát, természetesen jól megépített felső vezeték azért szükségeltetik ahhoz, hogy biztosan kiékelés nélkül is járathassuk a mozdonyt így felengedett áramszedővel. A tetőn található egyéb szerelvények, vezetékek kidolgozása prototipikus, minden részletes és a megfelelő helyen van. A porcelánokon azt vettem észre, hogy színezésben és típusban is megegyeznek az eredeti mozdonyon találhatóval. A mozdony tetején emellett helyet kaptak az antennák, ezek elhelyezkedése, mérete és fajtája is megegyezik az eredetiével. A vezetőállás felett megtalálható egy kapaszkodó is, ez fémből készült, finom hajlított alkatrész. A tetőpanelek rajzolata szép, leköveti az eredeti kialakítást. A tető szélén a járó trepni található, ez ahogy észrevettem a műanyagba fröccsöntött, rácsozott elem. A mozdony oldalára rátérve szembetűnőek fent a géptér ablakai, ezeken keresztül belátunk a kidolgozott géptér imitációra. Oldalt a géptér rácsozata finom kialakítású, fentebb az oldalfal bordázata is helyesen meg van jelenítve. A vezetőfülke ajtajánál a kapaszkodók különálló festett fém alkatrészek, a fellépő lépcsők pedig a kaszniba sűjjesztett elemek. Egyedül a visszapillantó tükör az, ami itt a mozdony oldalánál a vezetőfülkénél hiányzik.
A mozdony homlokfalán azonnal megragadják a tekintetet a nagyméretű, ívelt, víztiszta szélvédők, amiken keresztül beláthatunk a részletesen kidolgozott és színezett vezetőállásra. Az ablaktörlők különálló filigrán alkatrészek, ahogy a kapaszkodók is, alattuk a fellépő trepnék pedig külön textúrált felületű elemek. Elhelyezésre került az egyik oldalt a tolató személyzet számára a kapaszkodó és alatta a fellépő is. A melgerenda kialakítása megegyezik az igazi mozdonyéval, a teljes értékű szerelvények a gyártótól megszokott módon külön felszerelhetőek igény szerint. Az ütközők alatt megtaláljuk a tolató személyzet számára elhelyezett kapaszkodókat és a fűtési csatlásfejeket is. A pályakotról szépen kidolgozott, áttört elem, az alja el van látva sárga-fekete sávozással is. Érdekesség itt, hogy az áttört pályakotró a kinematikával együtt fordul, a teli kotró felhelyezése után viszont az fixen ül a helyén, nem mozog. A mozdony forgóváza szép kidolgozottságú és rendkívül részletes. A gyártó láthatóan törekedett az eredetihez mindenben hasonlító alkatrész elkészítésére. Itt nem csak oldalról van modellezve a forgóváz maszk, hanem a forgóváz alján is elkészített a pikó minden a típusra jellemző részletet. Még a vonóerőbekötő rudak is teljes méretben kialakításra kerültek, középen csak az akuládák találhatóak meg, a légtartályokat a pályakotrók mögött találjuk, ahogy itt kerültek elhelyezésre a vonat befolyásoló vevőtekercsei is. A modell festése szépen sikerült, a maszkolások élesek, tiszták, nem nagyon találtam semmi kivetni valót velük kapcsolatban. Alapvetően a kaszni színei is megfelelőek, mind a sárga, mind a fekete megegyezik az eredeti mozdonyén találhatóval. Az alvázon viszont véleményem szerint egy világosabb árnyalatú szürkét használt a pikó, az igazi mozdonyról készült képeket nézegetve ott láthatóan sötétebb színű a szürke. A mozdony feliratozása első osztályú, minden éles és olvasható, a mozdony szekrényre mindenféle felirat felkerült, az alvázon található berendezéseknél, illetve a forgóvázakon azonban nincsenek elhelyezve feliratok. Funkciók tekintetében a mozdony rendelkezik menetirány szerinti világítással, kapcsolható zárfényekkel, távolsági fénnyel, vezetőfülke világítással, géptérvilágítással és alvázvilágítás. Ezek mellett a vezető fülkében pedig műszerfal világítás is található. A mozdony kaszniát két csavar tartja, ezeket kicsavarva leemelhető a mozdony szekrény az alvázról. Bent egy Plux 22-es dekóder foglalattal ellátott nyáklap található, ebbe tudjuk a vakdugó kiszedése után beépíteni a tetszőleges digitális dekóderünket. A nyáklap mellett láthatóvá válik a géptér imitáció is, ez anyagában színezett bézs színű. A mozdony súlyban a nyák alatt találjuk a lendítőkerekekkel ellátott standard pikó motort, a hajtás kardánok és csiga segítségével jut el a forgóvázakba. A mozdony minden tengelye hajtott, egy-egy tengely oldalanként egy tapadó gyűrűvel van ellátva. A mozdony futása szép, egyenletes, imbolygásnak, szitálásnak nincs nyoma, a kerekek teljesen centrikusak. A lassú menet példás, még a legkisebb sebességen sem rángat a mozdony, a vonó ereje már itt is tekintélyes. A modell 358 mm-es legkisebb ívsugáron is képes elfordulni, és 3%-os emelkedő 8 kerékáramszedős személykocsit kerékperdülés nélkül fel tudott vontatni. A modell rövid kapcsoló kinematikával van ellátva, ez a pályakotróval együtt mozog. Egyenesben szépen összehúzza az ütközőket, ívekben pedig kellő távolságra eltart, még a legkisebb ívsugáron is üzembiztosan használható, akár tolt, akár húzott üzemmódban, szinte bármilyen kocsival. A mozdony alapvető összeszerelési minősége magas, a nálam járt példányon semmilyen különösebb problémát vagy hiányosságot nem tapasztaltam. A hajtásnak szinte alig volt hangja, nagyon csöndesen tette a dolgát, az áramszedők szépen nyíltak, csukódtak, és semmilyen egyéb maszatolás vagy összeszerelési hiányosság nem volt a mozdonyon. Felhasználhatóság szempontjából a Locotrans mozdonya hazánkba bejárós, így bármilyen hatodik korszakos tehervonat elé tökéletesen illik. Akár hazai témájú asztalon is nyugodtan használhatjuk ezt a gépet. 26 tartály, lemeztekerszállító, konténer és egyéb vegyes kocsikból álló szerelvényeket is,
Amire érdemes figyelni, az a felhasznált teherkocsik hovatartozása, hiszen a magánvasutaknál ugye a különböző társaságok különböző kocsijai nem minden esetben keverhetőek, hogyha prototípikusak akarunk lenni. A mozdony egyébként bevethető akár CD-kargós társával kiegészülve is, ilyet is láthattunk már élőben. Egyéb iránt önmagában Lokotransz teherkocsikból például az Albert modell adott ki EAS kocsikat, aki korábban vett ezekből egy szép hosszú szerelvényt össze tud állítani a mozdony mögé. A modell összességében szerintem egy remekül sikerült leképzése az eredetinek, a kidolgozottságra és műszaki tartalomra nem lehet panasz. Az analóg modellér, kért 95 ezer forint körüli árért, egy megbízható, jól játszható gépet kaphat a modellező. A laminátkákról még 1000+1 bőrt le lehet húzni, számtalan magánvasút tulajdonába található ebből a mozdonytípusból. Remélem, hogy a jövőben élni fog ezzel a Pico, és a következő években láthatunk majd még más társaság színeiben is ebből a meglehetősen markáns külsejű, unalmasnak semmiképpen nem nevezhető mozdonyból. A videóban bemutatott modellt a bemutató erejéig kaptam kölcsönbe. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!